a sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz mást. A transzisztor már óra rég lejárt, már ezt majdnem csigítem. De a kutonom, hát elmegyek, hogy olyan más én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látsz, a hotelben tőlem vár. A bolának, amin forál engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön pec voltam, de elég már, a sírom. Fegyverből hangbőrrendel, csapán így szólt ez a pusztító tűz.
fiam itt a pénz, és a puskán fogd aztán még nyilváns. Én éreztem többé, már nem tartom a karomba, még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdíj, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrben teres, én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. Itt a pénz és a puskám, fogd aztán menj imán. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így ér véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Mint három samidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas érette dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim
merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt, máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap kell. Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A végén játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. De kombiné, kombiné, ha cipész kombiné, ha még az éjjel főhajtom majd én. Hadd a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegény. Na sziasztok, szép delet, vagy nem tudom, szép szombatot, itt van Krisztián Sipos, Nóra Antvelli, Gréti, Luca, Bányai Beatrix, Prohangeri, Skyler, Zsillám Katisza, Milán Balázs, Ágnes Fördős, aki egyébként Noncsi, csak ezt mindig el fogom felejteni, amíg nem úgy írod, illetve Kazuha is megérkezett. Na, tehát úgy néz ki, az elején egy duót megyünk, mert senki nem írt nevet, hogy jönne, volt 15 perc. Úgyhogy, Krisz, gyere, tolunk egy duót.
pont időbe. Hát figyelj, teljesen időbe kazuha. Teljesen időbe. Ki mi jót csinált eddig a mai szombati napon? Hogy telt eddig a hétvége? Még korán van, vagy ebédeltetek-e már, vagy most ebédeltek? Ugye reggel 8-ig dolgoztam, aztán elmentem anyósomékhoz, ott reggeliztem, ittam egy kávét, aztán megvettem pár dolgot. Szia André! Ugye holnap van a házassági évfordulónk 6. Janával, bár nem úgy, hogy a 6. darab Janával, hanem a 6. házassági évfordulónk, és az a meglepi egybe karácsonyi ajándék, hogy egy 5 napra elutazunk kikapcsolódni, úgyhogy már nagyon-nagyon várjuk. És még ahhoz kellett nyomtatnom, meg intézni pár dolgot, és hazafele pedig jövök haza, megszólít az egyik boltos ismerősöm, aki egy borászatban dolgozik, azt mondja, mi újság, hogy vagy? Mondom, köszönöm, jól, és te, ő is, jó van, szia Lilo és Karolina. És akkor mondja, hogy kérsz egy forralt bort? Hát mondom, mennyi adod a forralt bort? Ugye láttam, hogy 3 decit ad, vagy 4-et. Azt mondja, neked most ez ingyen van ajándék, úgyhogy egy 4 deci forralt bor mellett átbeszéltük az élet nagy dolgait, egy ilyen jó 20 percet beszélgettünk. Nincs is jobb, mint az ingyen forralt bor, főleg ha minőségi borból van, mert tényleg írtó jó borok vannak ott. És úgyhogy felmelegedtem a hidegbe, és jöttem haza. És eltelt 6 perc, és indítottam a live-ot. Jó a skinet, köszönöm szépen, Naruto karakter. Grindoltam Albedo-ért. Pirikével beszélgetek, játszom, rendben van, jól teszed? Jól teszed, nekünk 3 óránk volt. Tényleg voltam ma nektek, Suli? Én ma tudtam meg anyósomtól, hogy ma ledolgozandó munkanap van, csak hát aki tegnap dolgozott 24-ben, az most pihen, mint én. Közben Insta-sztoriba osszátok, hogy indult a live, köszi Lucának, köszönöm is, ő meg ki is tette. Hát itten semmi nincs, tehát hogy nagyon jó ez a hatalmas térkép, csak egy loot nincs. Sok loot disznó győz. Nem? Nem volt. Igen, megosztó, hogy hol tartották, hol nem. Én beteg vagyok, szóval jövő héten sem megyek. Jobbulást. Te szoktál nézni animéket? Mostanában kevesebbet, de előfordul, igen. Igen. Krisz, majd gyerek közelebben messze vagy, hallod, mint Makó Jeruzsálemtől. Valaki már jön, ezt te vagy Krisz, már nem, akkor kilövöm. Hát érdekes, nálunk ugyanúgy megtetődnek. Ó, ez az dodge-em! Nagyon jó. Éljük a játékot. Hogy tudsz, ja így? Szuper meghajtás! Super frene frenetico maxi kapitális. Figyeljed! Hallod? Ez nagyon tud. Két érdekel, hogy le kell lőni a másikat, csak kocsikázzunk. Dehogy is, viccelek Krisz, nehogy elhidd. Ingyen van a Fortnite, ingyen van. A skineket meg a Battle Pass az fizetős. De mondjuk kaptunk már ingyen skint karácsonykor, de alapvetően tudsz játszani ingyen, igen. Most lehet veled menni játszani. Negyed óra várakozóban is 15-ször elmondta, hogy aki szeretne jönni, az írja be a felhasználó nevét, előtte jelöljön be, amíg nem tette, és lehet, persze. Ez az, össze kell törni a dolgokat, 30 darab dolgot össze kell törni, Krisz. Ez a feladat. Sasuke-ből kinézem, hogy így vezet, amúgy belőle én is. Várja, ott van valami kek. Nagyon jó. Hol vagy, Krisz? Vagy gyere, megdobállak. Csak írd be tényleg, hogy szeretnél jönni. Itt van paprika. Figyeld. Úgy. Nekem Sakura van, imádom. Ne vagyok, csak kiszökött a kutya. Visszaszerezted a kutyát? Mondjuk hát gondolom. Azt nem bírja áttörni, de szar. Várjál. Nincsen upgrade-ről lóvé. Mi a látom, jövök.
Ő a kedvenc karaktered? Hol lehet játszani rajta laptopon? Az Epic Games-re kell regisztrálni, onnan letölteni, és hát nagyon sok idő, amíg letölti. Kell nagyon sok hely, meg jó minőség, erős gép a Fortnite-hoz. Ha tetszik, ha nem, mondhatnám, hogy nem így van, de sajna, de... itt lehet törni. Összetöröm a budit! Na. Hát nem. Igen, Lilo. Felírtak. Nem bírom ezt törni. Jó, Krisz, menjünk beljebb, mert amúgy nem lesz jó. Hallod? Belehajtsak. Várj, meg kell tankolni, lemerült a benzin! Az Asus jó gép? Relatív, de szerintem nem rossz. Várjál, betankolok. Aki pedig még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot, ha valamiért még nem csináltad meg, iratkozzál fel, és ha szeretnél támogatni, vannak különböző tagságaink, illetve Supercsat és Supermatica formájába tudsz. Ebbe a Battle Pass-ben te lehetsz a Paukember. Azaz, én leszek a Paukember. Nagyon várom, mert mondjuk a messze van. Törjük át a kedv. Hát azért, ja, tényleg, hát neki így se törik. Kriszt betörted! Hallod, mint a vadlovat, hallod, a Szilajt nem törték így be a mesébe. Bum. Csak gyere beljebb. Jaj, borulok! Nekem volt Asus Gamer laptopom, meg voltam elégedve vele, akkor az jónak számít, igen. Látod, André bácsi megmondja a tutkót. Bácsi. André, te nem jössz egy körre? Még van egy hely, mert Lilo, meg Stitch helyett Chris, az kettő. Már csak 9 dolgot kell összetörni. A vesém, vagy a csontomat összetöröm, hallod a feladatot. Ez vízi jármű. Mindenki tudja is. Hoppá, repül! Hallod, repülő! Ó, wipe out, pedig ez mekkora lett volna, hallod, befarót. Lőnek, várjál. Elkezdtél fightolni nélkülem? Hol van? Ó. Oh. Ezt hogy lőd mellé is? Hozzad ide! Menjünk be! Hali Lolusz, mi újság, hogy vagy? Rendben van, André is felírásra került. Oh-oh. Jobb, menjünk be! Elhülyéskedtük, Krisz, és ott vannak az emberek. Meg vagy? Madály! Szia, Mufi! Vigyázz a madárra, ha fejbe dörrented. Krisz! Ott futott a hóember. Vagy nem hóember.
meg vagy! Oké, írjátok fel Gabi Kinget is, köszi. Igen, igen, Lolusz, most vele. Lelőtted Itachit, azaz. Itachi, Otachi. Nagyon feljebb. Te vaddisznó ölő vadállat. Oké, Karolinát is írjátok. Csak majd legyetek türelemmel, mert egyszerre négyen tudtak jönni. Krisz mellé jön az első kettő, aki volt, majd Bea elküldi. Játszunk két kört, mert ez nulladik körnek számít, és utána jöhet az új csapat. De ma nem olyan hosszú live lesz, mert lesz dolgunk. Janának terveztem még egy meglepetést, mielőtt elutazunk még házassági évfordulóra. Úgyhogy lesz még itt némulás, meg lesz még dolgom is. Ez mire jó amúgy? Ja, be tudom tenni a fegyókat, de nem teszem ide. Itt a bozoboza! Megint itt a kiskocsi. Nyugi, a történelem nem ismétli meg önmagát. Reméljük. Törni kell, Krisz! Kiszame amúgy se volt bent. Bár szerintem sokan adnák az Akatsuki bundle-t. Menjünk közbe be! De szép. Nagyon jó. Ott ember lesz, Krisz, gyere, gyere, gyere. Nézd, ahogy szágúdasz. Hozzád se ülnék be hátra. Hello, Luca! Nem bír kimenni, Sasuke! Hát Chidori abrakadabra! Ammo. Jaj! Igen, emberszerű cápa kiszeme. Oda nézzél! Ez az én szezonom, gyerekek. Ott egy ember! Szakálla volt kendőr! Kapja a marja! Ja, az már Krisznek a kocsia. Sutty! Szétvágom a kanapeit! Ma agyilag zokni vagyok, úgyhogy extra jó lesz a live. Tegnap volt a Crash koncert, és nem tudtam menni, hát szomorú, de még biztos, hogy lesz máskor is, Luca. Több nap, mint kóbász. Mondjuk ezt nem erre szokták mondani, de... Kutyából nem lesz szalonna. Amit ma megehetsz, ne hagyd meg hónapra. Tudunk még ilyen bölcseleteket? Upp. Itt van a sok kanapé, de hol van a nőstényté? Nőstényté. Jó, befejeztem. Jövök oda, Krisz! A tudás utat tör magának és Dave is. Rá vagyok egy pókebőr! Jelölt ki, hol van Krisz, mert én nem látom. Vagy te se tudod? Ja, szökünk. Futás! Én ott nem látok senkit, Krisz.
Ja, de. Távharcolunk? Szép. Én nem sok mindent tettem hozzá, de azért büszke vagyok magamra. Hogy tudok csúszni? Elfelejtettem. Ja, ezzel megvan. Ember! Most kéne a bomba. Ó, basszus! Vigyázz! Szép! Páncélozzál. Kutyából nem lesz szalonna, csak csípős csirke. Azaz. Hogy jön kutya az a csirke? Hát gyalog. Jön egy ember, vagy kettő. Ja, hogy már csak ketten vannak rajtunk kívül, Krisz. Megpróbálok mindent beleadni. Meg vagyunk! Krisz, ahogy az előző live-ba így kell nyitnunk. Ügyes vagy. Mondjuk elég chilles vége volt. Nekem. Na, akkor most küldtek, kik jönnek... Azt hiszem, hogy kik voltak az első kluca? Első kettő. Szép volt, Krisz. André és Lilko, rendben. K. André, vagy dehogy is André. És a Lilko. K. Lilko, te bejelöltél engem? Várjál. Aha. Elvileg összetöltem, igen. Akkor most mindjárt be tudlak venni. Krisz, mutathatnám úgy ilyenkor téged, Káli, akkor invite. Addig egy kis item shop, hogyha szeretnétek támogatni ingyenesen, és úgy mondok a Mongoofta kötőjel Davét, írjátok be nagybetűvel, vesztek Battle Pass skint, vagy táncot, vagy bármit, használjátok előtte, így legyen beírva, és akkor azzal is támogatsz, vagy hogyha ajándékozol nekem, vagy bárkinek bármit. Na, mehetünk is tovább. Rég izgultam, ennyire olyan harc volt. Ügyes voltál, Krisz, nagyon. Hallottam, most pörögsz, mint a búgócsiga. Mutka, a Fall Guys-t is megnyerted, meg konkrétan a Fortnite-okat is. Na, látom, Lilo már 16-os, André pedig 12-es. Szép, szép, szép. Teljesen jó. Két gépről nézel. Na, Bea megemlítette, hogy tart a live, Instagramon és Mongoofta Family néven találtok meg.
hogyha úgy van, akkor osszátok meg, illetve TikTokon is kövessetek be, meg Instán is, ott is Mongoofed Family néven vagyunk ugyanúgy. És ha jól érzed magad, dobj egy hatalmas lájkot, na. Hol nem voltunk még? Ott hátul. Nézzük meg, mi van ott. Szar a telefonom, semmi baj. Megyünk hátra. Jó csapatod, André, az úgy király. Igyekszek fejlődni, Chris. Bogival olyan jó meccset mentünk múltkor live-on kívül. Tehát, hogy meg szólóba is lettem második, csak nagyon tudott építeni, én meg nem. Jana megmondta, hogy live-okba én lámpalázas vagyok, vagy nem tudja, de hogy live-okba szarabbul teljesítek. Tehát live-on kívül tök jó meccseim vannak. De most ez is jó így csapatba. Nem ássuk el a szarkofágot. Hogy jött ide a szarkofág, nem tudom. Jó hangos glider, majd le kell cserélni. Itt ebben a nagyházban leszállingózunk, vagy bejebb? Gyertek a nagyházhoz, már nem érünk el addig én. Nagyház, mert ide jönnek mások is. Majd elfutkározunk még. Váó, mi ez a nagyház? Nem rossz. Majdnem lecsaptam rád. Dezodor. Open the door. Nagyon jó. Live-okban nem lámpalázasz, vagy csak felidegesíted magad, és nem egészséges hosszú távon. Lehet. Jó, meg hát ilyenkor azért chatre is figyelek, meg más, nem 100%-osan csak a meccsre, nyilván. Szép amúgy ez a rész. Sokkal szebbek lettek a kidolgozásai a különböző részeknek, nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy amellett, hogy nagyon igényes és szép nagy szigetet kaptunk, szerintem az apró részek is, nézzetek meg milyen gyönyörű kert, itt simán ellaknék, már nem a kertbe. De hogy írtóra fainul meglettek csinálva a dolgok a mostani szezonra. Le a kalappa tényleg. Ezért megérte várni. Ezért megérte. Legalábbis én úgy látom. Aztán kéne majd egy másik fegyó, mert nem szeretem a pisztolyt. Viszont nagyon sok az ilyen holtér, mint látjátok, hogy itt is tök üres minden kb. Ez nem csak egy új szezon, új fejezet is, a harmadik ilyenkor beleadnak mindent. Igen, nyilván, tehát azért a Chapter 3 is rátesz, mint nyomó dolog. És nagyon megérte. Csak maradjon is ilyen jó az az egész. Ilyenem meg már van. Hallod, tele vagyok medkittel, én leszek a gyógyító dév. Hello, Krisztián Sallai, üdvözletem. Hogy haladsz? Köszönöm szépen, egész jól. És te? Hogy tetszik az új szezon? Vagy eleve az új fejezet? Majd gyertek, megyünk beljebb egy kicsit, ott már városban biztos, hogy lesznek emberkék. Mondjuk gyorsan még lecsekkolom a zipline-t, aztán megyünk beljebb.
Hoppá. Viheted. Na, mehetünk vissza. Nekem nagyon tetszik, hogy sajnos nem tudtam megvenni az új szezont. Hát még van idő bőven. Van idő még bőven. Én se tudok, mert valakinek ajándékba akartam karácsonyra, és 5 napja a supporttal levelezek, hogy miért nem tudok megvenni se V-Bucks-ot, se pedig Battle Pass-t. Úgyhogy remélem most már találnak megoldást. Tavaly egyszer volt ilyen, de akkor az más volt, mert akkor csak az volt, hogy rengeteg játékot vettem Epiken, ugye a karácsonyi akcióba, és ideiglenes tiltást kaptam, mert azt hitték robot vagyok. De most egy darab Fortnite crew-t vettem magamnak, annó, mikor bejött a szezon, és ezért nem is értem, hogy mire fel van a tiltás, és ők se értik, tehát hogy már a 4. levelemmel küldtem most konkrétan print screen-t, hogy mit ír ki nekem, amikor szeretném elküldeni. Úgyhogy sajnos problémák azok mindig akadnak, vannak és adódhatnak is. Hali Nicolet, Hercules, Lion Shield? Nyilván nem akkora vész, mert az, hogy nem veszek V-Bucks-ot, azt el tudom engedni, csak értitek, most ajándékba lenne. NA-ba tudsz venni 1K kódot 3K-ért. Hát nem tudom, hogy az úgy működik-e. De ugye most itt nem arról van szó, hanem ugye alapvetően a Battle Pass-t nem tudom kiküldeni még mindig. Hazaért közben, Jana! Szia, babám! Nagyon szép új kabátjába. Én is még most látom először. Itt meg éppen Sasuke-val toljuk. Megint megnyertük az elsőt a Crystal Duo-ba. Ajándék, olvasd el! Hát úgy kell majd végezni a penésztelenítéssel, hogy oda is érjünk. De ez hogy? Előajándék. Szia, ügyvéd úr! Tőlem! Milyen mástól lett volna? Jobban örültél volna? Nem. Én meg dolgozom, és akkor André, hogy játszik, ha te meg dolgozó? Vagy Andrénak szabad napja van? Vagy csak nem volt kedve bemenni. Hát akkor kitartás, barátom. Ja, mert nem volt kötelező, de te látod, te a munkahőse vagy, ügyvéd úr, barátom, és te bevállaltad, hogy André helyett is dolgozó bent. Ja, hogy ez ilyen szabadon választható volt. Így már mindent is értek. Nem kötelező, mert az André itt játszik velem. Tudom, nálunk volt az egyetemen olyan, hogy mondta, hogy szabadon választhatod, de aki nem jelenik meg, az minimum 2 jeggyel rosszabbat kap a vizsgán. Igen, hát figyelj, hogyha nem arról akartál indulni, hogy maximum 3-as kaphatsz. Jaj, ti már harcoltok. André úgysem szokott dolgozni. Ne. Jobbulást, Ágnes. Aki noncsi. Szia, megint itt voltam a Fortnite-on, de nem találtalak. Hát, próbálj pedig valahogy bejelölni. Modik, írjátok már be, hogy tudnak, mert ma is már jelöltek be engemet. Chris végül is meglett a 30 összetörés a motorral, vagy nem? Összetörtük a 30 tárgyat? Jövök! Szerintem is pont meg lett, mert volt egy rész, ahol még csináltuk. Papa! Ott a csirke! Nem bántom. Ja, ott vannak a házba? Hallod, berobbantom én őket. Ott van a Chávez! Ott pattog.
Ne építsen, more! Mi vagy te, belső építész? Te építed a piramist? Még valahol vannak ám. Gyorsan beiszom. Essél le! Help! Az egy Jinx skin? Az bizony, Mufi! Már nem a pokés. Ne csináljátok már, csak én éltem túl, most szórakoztok? Itt vége. Futok, srácok, akit meg tudtam menteni, viszem! De mi az, hogy ti meghaltok? Krisz, még téged visszahozlak itt a Paukember városba. Addig éljek. Megyek, Krisz, visszahozom a lelked! Vagy a tested, a lelked nálam van. Csak addig le ne lőjék szegény Sasuke-t. AliExpert YouTube. Megvagy! Ez a vadállat ölt meg mindenkit! Megöltem a szemétládát! És ott a korona! Ezt hogy veszem amúgy fel? Még nem... Ja, Mufinak ment a kérdés. Rendben, kitartás, nyerjétek meg! Azon leszünk! Én még csak az első rész felét láttam. Krisz még mindig halott, akkor pont őt nem tudtam föléleszteni. Szomorú. Krisz, a lelked örökké elveszett nálam. De hát nem felélesztettem valamit? Ja, hogy te ott maradtál. Ó. Menjünk beljebb, skacok! Ó, oh, ott építenek! Help! Ott építenek, srácok! Hát, szerintem most sokan várunk. Xpert YouTube beírhatnak a modig, de nincs garancia, hogy lesz idő rád is, mert most nem olyan sok meccs lesz, mert dolgunk lesz. Tehát ez most egy rövidebb live, mint szokott. Arra már azért mondom, hogy ne vegyél mérget, hogy sorra kerülsz. Mert még ezzel a csapattal is az első kör. A második csapattal megyek még két kört, és annyi, ma csak ilyen rövid van, úgyhogy szerintem nem be a... Ha van hely, akkor vedd be! Ha van még egy hely. Csak azért mondom, hogy ez most tényleg rövidített meccs. Csak nem akartam, hogy elmaradjon.
Hol vagytok, srácok? Én meg úgy rájuk támadtam, basszus. Kapja a Neymar! Várjál. Végünk. Nem bírok úgy, hogy hároman vannak ellenem. Szétestünk a végén. De jó volt. Igen, egy csapat várakozik. Hát ezt már tudtam, hogy vége, most még marad ez a csapattal visszavágó. Gyertek ki és megy a visszavágó. De megnézzük a Battle Pass-ben mit tudunk feloldani, már 20 ponton van. Nem szoktam kasztümet játszani, sajnos azt nálam nem fogsz. Azt a másik Fortnite youtubereknél tudsz játszani. Jó, jó, ha nem élsz, akkor megyünk két kört, és utána én elköszönök. De Pro Hungary hát, ha ide élsz addigra. Megkezdtem a próságról szól, mi tényleg csak összeverődve játszunk, már szeretjük a játékot, meg tetszenek a szezonok, meg a Battle Pass-ek, ennyi. Na, jöjjünk ide a havas, hát nem mondjuk, várjál, hol nem voltunk még, itt nem voltunk. Közben én is nézem az időt, hogy ilyen negyed, fél kettő körül le kell zárnom. Igen, azt én is hallottam, hogy lesz földrengés, meg tornádó. Na, az még szép lesz. Akad itt minden. Mondjuk kíváncsi ezek, hogy fogják kivitelezni, hogy a földrengés az végigvonul egy részen, vagy... Hoppá, várjál, ide el tudunk menni valahova. Jó, hogy ez ide felhoz. Aha. Halljátok, így nagyon jól lehet haladni. Csak így nagyon-nagyon messze jövök tőletek. Megyetek be a budiba, és onnan be tudunk ide jönni. És már is bent vagyunk a körbe.
Ujjjjj, itt nagyon harcolnak. Gyertek majd ide, skacok, ahol vagyok. Látom, André már jön. Azt hiszem, André az. Nem. Lilo jött. Itt van bent. Help! Nagyon hülyén bejöttem. De kár volt. Elveszi a lila fegyóm. Ezt elrontottam. Tudsz, gyógyíts fel, köszi. Nagyon berohantam a helyet, hogy vártam volna. Köszönöm. Ja, el is fogyott a szalon cukrom. Au! Szegény Lilo. Chris és André, maradtatok? Szia, Fanny, ez a szó! André úton van. André, majd menj a budiba! Vagy lehet, az nem oda visz. Ez nem az! Akkor semmi. Ja, de innen is be tudsz jönni. Arra lefele. Úgy-úgy. Fanny, ezt a szó szerintem egyelőre írjátok fel ilyen tartalékba, mert most már csak két meccs lesz, mert egy rövid live, és hogyha valaki nem jön, például Pro Hungary most éppen azt hiszem ruhát tereget, vagy nem tudom, de hogyha ő nem ér ide, akkor jöhetsz a helyére, persze. Hát figyelj, Fanny, de egyelőre ilyen tartaléknak tudunk felírni. Majd jövő héten lesz újra hosszabb Fortnite live, ami több órás. Na, oda például majd várlak örömmel. Már csak André maradt. Te maradtál, André. Hogy vagy egyébként? Születek! Jövök André mellé. De... Mond. Születek. Jaj. Viszont mennünk kell be, André, mert nagyon kint vagyunk. Ja, nem jó fele jöttem. Szerintem úgy értette, hogy most ezt a szózik-e valakit, én azért nem válaszoltam, mert semmi köze a jelenlegi live-hoz. Másrészt meg szerintem mindig van, aki épp ezt a szózik. Futok. Az, mit hoznak be az izé karaktereket? Léleklovasokat betennék a izé item shopba? Vagy dark orosokat? Érdekes lenne. Mond? Dark oros elváltozást tapasztaltam. Ne. Hozz egy kocsit, meg kell próbálni feléleszteni a többieket. Ó, de itt is vannak ám emberek.
Megölték Andrét, hát persze, hogy én maradok, srácok, hát ez így veszett fejszennyele. Most komolyan? Hát ez esélytelen. Ezek tudnak játszani. Nem baj, szép volt. Jöhet a második csapat. Betennék ent letöltenét, tegyék be. Közben nyilván visszaigazolok. Na kik jönnek, Mufi? Vagy Izé, vagy Bea, vagy bárki. Gabi King. Várjál, nem tudom oszlatni a csapatot. Valaki oszlatná, mert ez az új rendszer van. Köszi. Na várjál, Gabi King. De ő azt mondta, hogy ő most lehet, hogy kiment, úgyhogy lehet, hogy ő nem tud jönni. Legjobb. Hát ilyet meg nem is látok a barátlistámon. És az XPRT YouTube. Egyik sincsen fönn a barátlistámon. Tehát, hogy amíg nem jelöltek be, addig nem fognak tudni jönni. A Gabi King itt van. Akkor viszont Fanny, te vagy a medve, ugye? Mert akkor Fanny jöhet már, hogy a másikak nincsenek fönt a listán. Te vagy a medve László, azt tudom. Gyere! Hát figyelj, én mondtam, hogy azt kell, hogy bejelöljenek. Most az, hogy itt a Mester Pupu, az nyilván nem ők, tehát hogy azért mondom, hogy nem tudom, hogy ki ez. Meg Dobi Misu. Igen, be, ki is van rakva a rögzített posztba is, hogy jelöljenek be. Addig a végén jövünk egy kört Sakura, vagy Naruto, szavazzatok, kit hozzunk. És akkor még megvárjuk gyorsan, amíg Fanny belép. Én sem értem, mire gondolnám, a Nightbotra gondol? Talán. Mufi, lehet, hogy a Nightbotra gondol. Hinata, hát az nincsen! Hoznám, de nincsen. Mond. Miért? Aj, ez fájt. Na megérkezett medve László, le is zárjuk a szavazást. 62%-ban Naruto nyert. Ilyen meglepő. Múltkor mentünk a fiatal verzióval, aztán most megyünk a felnőtt verzióval. Nem úgy, hogy Naruto plusz 18. Hanem, hogy már felnőtt, már nagy. De neki még kell a hátára bármi. Tehát, hogy igazából neki a hátán, ez így csodálatos lesz. Bolondot csinálunk Narutóból. Menjen fejszébe. Így, ezen. De hogy a kedvencünkön jöjjön. Mehetünk. És akkor az így most trió lesz. Kriszi, jössz még vissza egy körre? Mert igazából még van egy hely. Vagy André, visszajössz? Kriszel többet játszottam. André, jössz még egy körre? Bár nem látom, hogy fent vagy. Vagy de, még itt vagy. Behívjuk még egyszer Andrét. Vissza háromat mentem Andréjjal. Egyet. És hát igen, kettőt. André, ha még be tudsz jönni és hallasz, akkor gyere. Szia Virág, hogy vagy, mi újság? Lehet, hogy már nem látja. André! Oké. Okay.
akkor triózunk. Szerintem morbidabb. Te nem squad, csak trió. Szia édes kert, még éppen két meccs lesz. Hogy vagy, Mizu? Hú, de mogorva fejet vág szegény Naruto. Egészségedre. Na! Csapjunk a lovak közé. Ja, az másik játék. Ott szállunk, ahol még madár se szállt. Amúgy kicsit furán mutat a szárny a Naruton, de amúgy szemből meg jól néz ki. Na, volt aki most jelölt be, viszont ma már biztos, hogy nem kerül sorra, mert ma már csak ez a csapat van. De legközelebb már nem kell jelölnie, és tud majd jönni, ha beírja a nevét akkor. Emlékszem, szerettétek ti is ezt a glidert, úgyhogy behoztam. Megyek a hegy tetőre! Szebembesít a nap. Seteményes tálca. Hova lett a italkart? Csúszik az italom! Jobban csúszik, érted? És akkor innen pedig lemegyünk ezzel. Juhú! Lejöttem Gabi Kinghez. Felülök mögéd! Új, de szép kék színe van a te motorodnak. Ott lehet majd újjáéleszteni, ha megdöglünk. Igen, arról lő valaki. Többiek is majd gyártak utánunk. Oh-oh. Egy mínusz. Feljövök. Ja, már leszedted, szép. Ügyes vagy. Nincs itt több fent.
Nincs, pedig azt hittem. Csöröksz, és copyrightot kapok. Éltek még, chat? Mindenki küldje el a kedvenc emojiját. A tag akkor a kedvenc tag emojiját. Jövök! Amúgy jó középük vagyunk. Haló? Nem állt le a chat, vagy lefagyott? Ott van valami ember, szakállagot, Hunter. Csókolom, kacsa! Kacsa néni. Ennél meg legendári lett volna. Nyennyem baj. Haló, chat, éltek még? Jövök. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a nézők hallanak. 6 perc a semmi reakció. Arra, hogy mondtam, hogy éltek-e még. Mindjárt megnézem, szól-e egyáltalán a mikrofonom, vagy lenémult. 1-2, elvileg működik. Haló, aki él a chaten, az küldjön egy életjelet, help! Mi történik itt? Mióta bejött édeskert, néma csend van. Na, Hanya R küldött egy emojit végre. Fanny esze szó is. Na, hává. Rám hozzátok a frász, hogy valami bajotok lette. Elmentem WC-re, hát jó.
így már megértem. Menjünk beljebb. És Pro Hunger is írta, hogy off. Ott az a kedvenc járművem, átszállok. Ez lett az új kedvenc járművem. Nézd, babám. Hát nem tudom minek nevezzem. Inkább ilyen squad. De nézd, van rajta ilyen, nitro, figyeld. Nézd. Igen. Két éltű, azt írják. Ez miért két éltű? Nem tudom. Majdnem mondtam, hogy te kalapázz, de rájöttem, hogy a játékban volt valaki. Már jó szép mondták a helyet. Mi? Semmi, magamban éneklek, és rám borult a ruha, és azt mondom, hogy szürk, kapatás. Rossz énekelt a pont. Aha. Igen, most még mind életben vagyunk. Viszont srácok, lehet, hogy csak ez az egy meccs fér bele, a kettő már nem, mert mondtam, hogy félig le kell zárnom, és 22 van, nem fog még egy beleférni, de akkor most már ebbe adjunk bele maximumot. Kapja Veggie Burger 24. Honnan jó? Ó. Megvan. Szép volt medve László. Igen. Eddig jól állunk nagyon valóban. Elrepül a ritka madár! Megvan. Jövök. Jön Naruto. Itt vagyunk a játszótéren. Szegény Itachi hollói, azaz. Lelőjük. Hoppá, valaki nagyon lőttem rám, figyeljél. Honnan? Ó.
Szép elleszetted. Várjál, maradjunk együtt, mert baj lesz. Már csak kettő trió van és vége, meg mi. Hát ha az egyik trió megöli a másikat. Nehogy belenyúljunk, hagyj harcolják le, nem? Hát már később belenyúltunk. Kapta. Így a biztos. Itt egy Naruto klón meghalt. Ott fut! Ó, GG, szép volt, ügyesek voltatok, mire ide értem, megöltétek. Királyok vagytok. Szép nyitás volt és szép zárás. Na, örülök, hogy sikerült egy kis, ilyen random kis gyors Fortnite szösszenetet játszanunk. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Én nagyon. Videók várhatóak, ameddig mi pihenünk és kikapcsolódunk, meg nyilván adunk majd életjelet is, de levelekre meg mindenre nagyon lassan fogok válaszolni, valószínűleg ebben az 5 napban nem nagyon. Majd, hogyha visszajöttünk a pihenésből, akkor fogunk. Legyen nektek addig nagyon szép hétvégétek, nagyon szép hetetek. Köszönöm, hogy itt voltatok, nézzétek vissza a régebbi videókat, live-okat, hogyha hiányzunk. És ennyi, sziasztok!